Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, meg nézőket is. Ez itt a háttérkép, Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Szerbusztok rá! Hello, Jó estét Kezdjük egy ilyen kis aktuális ügyjel, ami számomra azt szimbolizálja, hogy a jelenlegi Európai Unió vezetésével, Brüsszellel nem csak, hogy nem lehet, megállapodni, de teljesen felesleges is ezzel próbálkozni. Mire gondolok? Hosszú vajúdás után végre úgy tűnt legalábbis, hogy győzött egy pillanatra a józanész, és sikerült az orosz energiahordozók elleni embargót úgy bevezetni, hogy az a vezetéken érkező orosz olajra ne vonatkozzék, hiszen, ha arra is vonatkozna, akkor Közép-Európa számos országa egész egyszerűen letérdelne. Köztük elsősorban nyilván mi, magyarok. Brüsszel végül is úgy tűnt, hogy akceptálja ezt a dolgot. Többen is nyilatkoztak, úgy még a németek is, hogy hát igen, a magyaroknak igazuk van, az ő gazdaságuk ezt nem bírná ki, stb. stb. Megszületett ez a megállapodás. Majd eltelt 48 óra, és Brüsszel előállt azzal a varázslatosan remek ötlettel, hogy oké, okay, akkor nincs embargó a csövön érkező orosz olajra. Én meg kínomba röhögök. De olyan büntető vámot kellene erre a csövön érkező orosz olajra kivetni, hogy hát egészen, vagy ne lehessen kifizetni, vagy ha kifizetjük, akkor ne érje meg senkinek. Tehát magyarul ugyanott ott tartunk, mint ahol a part szakad, a brüsszeli fejekben lévő éjfekete sötétség, ráadásul kiegészülve a brüsszeli lelkekben lévő hihetetlen aljassággal és gonoszsággal, most éppen ezt az elegyet próbálja meg összegyúrni. Na, uraim, akkor kérdés roppant egyszerű. Komolyan van-e ez gondolva? Meg tudják-e csinálni, és ha igen, akkor mi lesz? Szóval kezdjük azzal, hogy nagyon is komolyan gondolnák, hogy ezt nagyon jó lenne megcsinálni, mert valahogy a magyaroknak el kéne már kapni a magyaróját, mellesleg másokét is. Tehát úgy lehet mondani, hogy amikor a vágyak elkezdenek szárnyalni, de egyre távolabb kerülnek a realitástól, mert ugye hát igazándiból, amikor az olajról beszéltek, hát az is egy hülyeség, szóval, hogy a megvalósíthatatlanul baromság volt ezt így elgondolni, hogy mindenki álljon le az orosz olajról, akinek ez az egyetlen lehetősége van csak, hogy olaj, orosz olajat vegyen, és csövön érkezik, ha ott leállt, akkor késznyek mennyi ideig tartott, hogy rájöjjenek, hogy ez végül olyan ellenállást vált ki, hogy nem lehet. Na most Melleslegám, ez a csodálatos ötlet, ez a oceán túlsó partjára röpült ide. Ottani agytröztök, valami. Meglátna. Ottani találták, hogy ez milyen jó. Na most én nem tudom, én úgy gondoltam korábban, hogy nyugaton azért legalábbis a piaci tudományok, marketing, ez az amaz piaci szabályozásban van egy kellő szintű szaktudás, összefogottság is, mert amit ezt a vám bevezetési ötlet illeti, az egyszerűen úgy tűnik, hogy még sincs. Hát kérem szépen, a világ már régóta azzal küzd, és egy külön szervezetet hozott létre előbb. Először úgy hívták, hogy GATT, General Agreement of Tariffs and Trade, aminek az volt a célja, hogy a kereskedelmet akadályozó, korlátozó tényezőket, elsősorban a vámokat és minden egyéb mennyiséget építgessék lefele. Ez szépen hallott is, és ez a szervezet átlényegült, egy, hát nem tudom, Bogán Laci biztos majd ki fog igazítani, nincs mindenki ebbe benne, de a világkereskedelem zömét irányító világkereskedelmi szervezetbe, VTO, aki ezeket az ügyeket intézgeti. Tehát én nem tudom, hogy az ötletfelvetők ott kopogtattak-e ez ügyben, mert ott nem az a cél, hogy a világkereskedelmet tovább akadályozzák hatalmas vámokkal. Ha egyáltalán valami vámot lehet alkalmazni, az is nagyon korlátozott. Az Európai Unióban például belül teljesen eltöröltük, és a kívül jövő termékeket egy nem túl magas vámtétellel érhetjük. Például mi annak, miután határon vagyunk, haszonélvezői vagyunk már most is, mert mi vagyunk a vámszedők, a vám bemegy Brüsszelbe, de a vámkezelés költségeire 20 Százalékot visszatartatunk, ezért utál minket például rutte. Rutte. Most meg legutóbb szeretett, ugye? Rutte, hol utál, hol szeret. Na no, szóval, én most ennyit mondnék, aztán Bogár Laci a kereskedelmi minisztériumba ücsörgött államtitkárként, gondolom ezt sokkal jobban végigjártam, mert csak én pénzügyi szemvegélyen távcsöveztem a kérdést, majd elmondja a részleteket. Azért a dolog általánosabb összefüggése is, is érdemes figyelni, mert mondjuk az elmúlt tíz év során, szerintem már valamikor 12-13 körül is egyre többet beszéltünk arról, hogy, hogy a hanyatló, széteső amerikai birodalom legfőbb érdeke az eurázsiai együttműködés megakadályozása, tehát annak a megakadályozása, hogy kialakuljon egy Európát, Oroszországot és Kínát összefogó olyan eurázsiai komplexum, amely a kölcsönös előnyök alapján olyan társadalmi, gazdasági, kulturális és egy idő után értelemszerűen politikai, egymás politikai rendszerét toleráló és teljesen tudomás elfogadó, vagy legalábbis tudomású, hogy vannak különbségek, de egy olyan kifinomult együttműködési rendszer, aminek egyébként a körvonalai, 2000 körül már, és mondjuk a, a 21. század első évtizedében egyértelműen kibontakoztak, és persze azok az előnyök is, amelyek, amelyek ezzel járták. Tehát először a történelem során Európa, Oroszország és Kína között kialakulóban volt egy olyan együttműködési rendszer, amely mindhármunk számára, tehát mindhárom nagy civilizációs tömb számára értelemszerűen előnyös volt, viszont az amerikai birodalom számára ez a lehető legvégzetesebb csapás, hiszen hogyha ez, ez tovább mehetett volna ezekben az évtizedekben is, akkor mint a maximum 2050-re Amerika eleve is okafogyottá vált volna, mert kereskedelemben, pénzrendszerben és minden társadalmi-gazdasági mozdulatban egymás ezek komplementer struktúrák, ahogy szokták mondani teljes mértékben kiegészítették volna. Az tehát teljesen érthető, és ezt már akkor is láttuk, mondjuk 12-13-ban, és aztán 15-ben mondjuk maga a migráció, az egész klímaügy is, ami értelemszerűen Oroszország és Kína ellen irányult, hiszen Oroszország a legnagyobb energetikai, mert foszilis energiákban exportőr, Kína meg a legnagyobb importőr, tehát teljesen világos, hogy az egész klímahisztéria legmélyebb oka valójában egy globális, a globális energetikai rendszer hatalmi ellenőrzésén, és Oroszország és Kína megbélyegezhetőségére épült. Igazán is akkoriban fogalmaztuk meg először, hogy látható, és azóta ez mélyül el, most rohamos gyorsasággal a háború óta, hogy az amerikai birodalom, ahogy Imre is mondta, tehát maga az ötlet, minden pusztító ötlet, ez a mindegy csak átson jeligére, minden pusztító ötlet értelemszerűen az amerikai birodalomtól jön. Az már egy más kérdés, hogy Európában a magyar miniszterelnököt kivéve senki nincs már az uralmi struktúrában, aki egyrészt ezt felismerné, és volna, tehát volna, tehát volna én tudása, én és volna állna. bátorsága, persze, és volna bátorsága ezzel olyan, olyan módon, ugye Bibó István a lényeglátó realista, tehát aki látja is a lényeget, de ahhoz is van érzéke és képessége, hogy a lényegből adódó fész, persze hogy a lényegből adódó feladatokat gyakorlatilag, hogy kellene megoldani. Tehát nem kell azért őt félteni, láthatólag az amerikai birodalom és az amerikai birodalmat gátlástalan kiszolgáló nyugat-európai kollaboráns uralmi struktúráknak is mindig van új ötlete, de nagy valószínűséggel szerencsére a magyar miniszterelnöknek is lesz majd, mi tele vagyunk reményekkel, ötlete az újabb és újabb pusztítóbb, mint például ez az ötlet, ennek a kiküszöbölésére. Még a gyakorlatilasabb részéhez visszatérve, valóban arról van szó, hogy általánosabb értelemben véve is, és ez roppant kényes kérdéseket fog felvenni, felvetni, már vet felvet most is a világkereskedelmi szervezet esetében. Tudnék, a világkereskedelmi és ott szervezet... Nem csak a, nem csak a jenkiknek van ám szava. Hát Persze. Tehát a világkereskedelmi szervezet, sőt, hát mivel Kína most már lassan egy évtizede a világ meghatározója a kereskedelem terén, a globális kereskedelemben, most már körülbelül kétszer akkor a világkereskedelemben lévő szerepe, mint az amerikai Egyesült Államoknak. Trumpnak még volt valami kis törekvése arra, a kereskedelmi háborúnak is nevezte, hogy hogy ezt legalább lelassítsa ezt a folyamatot, de értelemszerűen már veszett fejszete, tehát ez eltűnt, tehát hogy ez a folyamat értelemszerűen azt jelzi, hogy amit az elmúlt 50 évben ez a globális struktúra benne értelemszerűen az amerikai birodalom és az őt is meghatározó, fölötte lévő láthatatlan vagy nem létező globális nem létező. szuperstruktúra, építette fel ezt a, rendszert, ezt a kifinomult, ahogy többször említettük, ezt a kifinomult együttműködési rendszert a kereskedelemben, a supply chains, tehát ezek a nagy ellátó láncolatok, tehát kiépítette egy rendszert, és most nagyjából, tehát amit 50 év alatt felépített, azt a jelek szerint maximum 5 éven belül, de lehet, hogy két vagy három éven belül, totálisan szétveri. És ez, ez nem csak abban az értelemben okoz katasztrofális, vagy jár katasztrofális következmények, hogy például elszabadítja az inflációt, egyszerűen megállíthatatlan inflációt indít el, hiszen ez a rendszer sok szempontból volt, hatalmi szempontból bírálható, de egy valamit azért a javára kell írni, hogy valóban csökkentette a világ gazdasági működtetésének tranzakciós költségeit. Tehát egy finoman összecsiszolt rendszer, értelemszerűen egy csomó tranzakciós ez a just-in-time rendszer, ez például pontosan arról szól, hogy nem kell készletezni, mert annyira pontosak a szállítás, a szállítások logisztikailag is, az elektronika, informatika ebben nyilván sokat segített. Most ez totálisan szétveri, tehát néhány év alatt megsemmisül az egész, és mindaz amit, ami az elmúlt 50 év során költségekben megtakarítás volt, az most átmegy az ellenkezőjébe. És ezt azért nem lesz olyan könnyű, mint ahogy most ez a vám is természetesen egy ennek az el, Tehát pont, pontosan szembe megy azzal, tehát ő maga veri szét azt, amit az elmúlt 50 év során felépített, és akkor lesz bajban rövidesen, amikor rá kell jönnie, hogy egy intézményes struktúrát is Tulajdonképpen egy hatalmi struktúra, ez egy óriási szervezet. Belsőért, tehát amikor például az amerikai Treasury vezetője, ugye Jelen asszony meglepő, tehát nagyjából a Kissingeri i vonalon haladva, meglepően józan nyilatkozatokat is Európába is ellátogatott, és az európai vezetőket is próbálta ebből a szempontból majdnem 180 fokkal eltérő irányba. Voltak, akire hatott is a... drági és makro. így van. Tehát már azért van vannak kis jelei Európában francia elnök is, meg az olasz miniszterelnök is egyértelműen jelezte. Tehát az ötlet -e természetesen a pusztításra épül, ez a mindegy csak árcson, de ezt azért szerencsére, és ezt, ezt minden, minden, ilyen esetben azért némi reménykedéssel újra és újra rögzíteni kell, hogy bele fognak azért ütközni abba az intézményrendszerbe, abba a hatalmi intézményrendszerbe, amit ők építettek ki. Persze lehet azt mondani, hogy magas ívbe teszünk arra, csak akkor mi feltehetjük azt a kérdést, hogy verizdő jogállam. jó. jó. Jó, tehát rendben van, tehát teli szája, ti bömbölitek az elmúlt évtized során, hogy hol a jogállam, és most a lehető legbrutálisabban és a legcénikusabban ti magatok veritek szét azt a, azt a globális rendszert, ami, ami alapvetően, pontosan a jogi szab egy átlátható jogi szabályozásra épül. Tehát én tele vagyok reménykedéssel azzal a kapcsolatban, hogy roppant látványosan és nekünk, magyaroknak, a magyar kormánynak, személy szerint Orbán Viktornak, és ez nyilván így úgy is lesz, ezek mind magas labdát fognak jelenteni. Elképesztő lehet, vagy magas labdákat lehet majd itt leütni, amikor szembesíteni kell a világ urait annak, hogy Nini, milyen érdekes, hogy, hogy ti vádoltok, leginkább mondjuk minket, magyarokat ezzel meg azzal, és most ti ennek a három nagyságrenddel brutálisabb folyamatait produkáljátok, és ezt a magatok részéről teljesen helyén valónak tartjátok. Egy valami, ugye, szerintem minőségi változás. Korábban azért mindig vigyáztak arra, hogy valahogy az intézkedéseit így a jog mezein belül üzem, letértek erről itt van ez a rendszer, hát ha valaki, akkor ezeknek az amerikai tojásfejű embereknek csak tudni kell, hogy mi az a VT VTO, is, abban hatalmas mennyiségű nemzet érdekeltsége bent van, hiszen a VTO kereteiben belül lett az is, megállapodást tárgy, hogy Dél-Amerikából lehet csusszintani már át Európába ugye a, genetikailag módosított cuccokat, meg egyéb, tehát neki kedvezett ez a dolog, de most majd szembe mennek egy csomó olyan Persze. ország, aki azt mondja, hogy állj meg, mondok mást is. És mivel, bocsánat, mivel Kína meghatározó, és meghatározó a szerepe a wto ban is, természetesen abszolút megvétózhatja ezt a folyamatot, Persze. és azt mondja, hogy jó, akkor viszonossági alapon ő is újra gondolja az Európai Unióval kapcsolatban. Ugye az Európai Uniónak így is óriási deficitjei, és mondjuk mellesleg Amerikának is a defizitei vannak Kínával, és mondjuk Kína is újra gondolja az egész vámpolitikáját, meg a mennyiségi korlátozások rendszeri. Na, az rohadtul fog Na, fájni. Mond, és... Mondanám akkor, ugye a Laci barátairól beszélünk, akik ott háttérben vannak. A saját példa, ugye én is sörgök ebbe az IIB-be, igazgatósági tagként, a következő van, most már hónapok óta, hónapok óta, az Euroclear, amelyik az értékpapír forgalomnak a, Tehát amikor eladnak, vesznek, ide rakja, oda rakja, amarat, 400 millió dollárnál nagyobb összegben egyszerűen nem teljesít az AIB-nak. Tehát itt már csak bicó van, kérem, nincsenek itt szabályok. Ahol a nemzetközi pénzurak bicója még működik, itt működik, ott ott ugye hát lehet elérni bicóból, de ez a törvényszerűséghez semmi köze, a megállapodásokhoz, semmi köze. Ahol viszont nem fog működni a bicó, mert vannak ott erős fiúk, mint a kínaiak, meg mások, ott meg pofára fognak esni, úgyhogy tömören azt mondom, ez egy wishful thinking, vágy, kélyes vágy, oszt nem igen lesz belőle semmi. Ha véletlenül mégis az Európai Unió hozna ilyen szabályt, akkor jön az a szabály, hogy elfelejtjük ezt teljesíteni, elmegyünk a WTO, elmegyünk az Európai Bírósághoz, a Római Pápához, az orosz patriárkához, azt megnézzük, hogy mi lesz az. És nem fizetjük meg. Minimum három év egyébként az átfutása az ilyen. Tehát abban a pillanatban meg fogjuk támadni, és legalább De most ebben a helyzetben három évre, tehát ha van valaki, aki három évre pontos előre meg tudja mondani. Úgyhogy ha most valaki sürgősen toalettpapír menne ez ügyben, a... boldban a boltban, ne jó, Ezt jó tudni, csak a kedves hallgatók, meg nézők, el, én mondom, hogy a oly sokat emlegeted bicó alatt az én drága barátom a bicepset <laughs> Biceps. ért. Mielőtt valaki elkezdi keresni. Nem, elkezdi? Nem, a, nem, a karizmát, <laughs> hanem a karnak az izmát. Az az a bicót. ha már ezzel kezdtük, akkor engedjetek meg, hogy fővessek még egy dolgot, ami szerintem a szimbólumok terepén is megállja a helyét. Volt itt még valami, hogy mennyire nem érdemes Brüsszel kegyeit keresni. Hát ugye nyilván nektek is feltűnt, hogy <coughs> drága lengyel barátaink nál hétfőről kedre kitört a jogállom hirtelen, és belet nekik ígérve, ígérve az Európai Bizottság által elfogadták az újjáépítési tervet. Este tényleg, de a még kervet, diktatúrába felüntek le, reggel demokráciába ébredtek. Így van. Ehhez mindössze az kellett, hogy lefeküdjenek Brüsszelnek orosz ügyben, aminek a lelki hátterét már megbeszéltük, értjük, jó. de a az Ez külön lengyel sajátosság. Igen, lefeküdtek Brüsszelnek, kitör a jogállam, a bizottság közli velük, hogy elfogadták a lengyel újjáépítési tervet, jön a lé. Eltelik két nap, és az Európai Parlamentben elkezdenek aláírásokat gyűjteni. Ursula von der Leyen ellen, a bizottság elnöke a ellen. Fumigálják az öreglet. Mert, mert hogy hát a szó se lehet, hogy a mert lengyelek pénzt kapják. A lengyeleknél mégse tört ki a jogállam. Na most. Erre, Ursula von der Leyen, akinek rettenetesen erős határozott jelleme is gerince van, azonnal bejelent, hogy szó nincs arról, hogy ha lengyelek pénzt kapnának, ugyan hát, kérem, hát még itt nem teljesültek a jogállami feltételek. És akkor úgy egy pici örömmel azért hagyj jegyezzem meg, hogy szerintem talán a lengyel barátaink most rájöhettek arra, hogy ha már az ember elárulja a legfőbb barátait és a legjobb szövetségeseit, jelen esetben ők bennünket, akkor ezt csak úgy érdemes megtenni, hogy akiknek elárulod a legjobb barátaidat, azok legyenek megbízhatóak. Mert ha gazembereknek árulod el a legjobb barátaidat, akkor igen, két szék biztos, közt a pad alá hogy... fogsz esni. Nem, Laci Básik? Hát igen, ez talán a leglényeg, vagy a legkényesebb eleme, mint annak, ami mondjuk az elmúlt 30 év során történt. Nehéz szívvel beszél az ember ezekről a, a folyamatokról. Sajnos, eh, ahogy egyszer már itt is említettem, Bibó István a kelet-európai Kisállamok nyomorúsága című írása jut mindig eszembe, amely óva intette a köztes Európa valamennyi népét, és azért ezek közül mindenféleképpen a lengyelek a meghatározóak, tehát ez a Baltikumtól a Balkánig, tartó köztes Európában azért persze. mindenféleképpen történelmileg ők a meghatározók, ezt. és nyilván ez a Bibó Istváni üzenet, ez azért alapvetően talán leginkább éppen nekik szól, kellőképpen tragikus a történelmük ahhoz, hogy az ember joggal reménykedett abban, hogy azért átérzik mindezt, mindazt, amit elmondtál, de hát sajnos, és ezzel nem tudunk mit kezdeni, tehát az, azok, a, azok, az ősi intelmek, amelyek mondjuk 5000 évesek, és attól intenek minket, vagy attól óvnak minket, Ugye a, mondjuk a hindú mitológia is így fogalmaz, hogy ne legyen benned félelem, szorongás, aggodalom, és ne legyen benned harag-dű indulat, mert ezek negatív szellemi energiák, és nem tudsz helyesen ítélni. Ha nem tudsz helyesen ítélni, nem tudsz helyesen dönteni, és ha nem tudsz helyesen dönteni, nem tudsz helyesen cselekedni. Ők most belekerültek egy ilyen örvénylésbe, amikor a negatív történelmi szellemi energiák mozgatják őket, egyre kevésbé ítélik meg helyesen a helyzetet, a helytelen ítélet következtében helytelen döntéseket hoznak, és helytelen döntéseikre helytelen cselekedetek. És a végül szemben. Csak abban tudunk, hozzá. persze, és, és sajnos ők is megtapasztalhatták, sajnos mi is lás Trianon, mohás Lász. meg Trianon, mert azért történelmileg ebben benne van. Az hogy, az, hogy ez a nem létező erő, ez állandóan jelen van, és támad mindent, ami érték ebben a világban, ez nem újdonság, ez a felismerés. Is. Az igazán nagy kérdés az, hogy mi ehhez. Segítséget nyújtunk neki, tehát megfelelő, hogy is mondjam, csak pontot talál bennünk, amelyeken keresztül lerombolhat, vagy éppen, hogy felismerjük, hogy hol vannak azok a veszélypontok, a bennünk áramló, bennünk áramló negatív energiák, hogy ne, ne találhasson fogást rajtunk. Tehát Bibó István is erre hívja fel a figyelmet, hogy ebben a térségben abszolút döntő jelentősége van annak, hogy, hogy ne találhasson fogat. Tehát, hogy ez a negatív energia, itt ne találkozzon fogadófelülettel, és hát sajnos most lengyel barátaink most, most fogadófelületet. Egy valamivel hogy egészítsem ki, ez reménykedés, mert én mindemellett továbbra is a szívem mélyén őrzöm a lengyeleket ennek ellenére megértem azt, hogy mindent felülírt az a negatív és nem is túl messze nyúló tapasztalat, amit még a katyon okozott, meg előtte sok minden, és ez váltotta ki azt az indulatot, amikor önérdek ellen megyünk. Én nagyon remélem, hogy ez nem ért el azt a fokozatot, hogy az egyébként a rendszerváltás utáni igen kitűnő teljesítményt nyújtó Lengyelország teljesítménytrende megszakad, mert el kell mondanom, Lengyelországban a baloldal is normálisan viselkedett. Én emlékszem még a Leszek Miller miniszterelnökre, akinek beajánlattak a 25 os agrár fölpattant a szaladmán kifele, akkor húzták vissza, hogy hát akkor kaptok 55-öt, a miénk meg kint ették már a lazatos szendvicset. Szóval én nagyon drukkolok, mert nagy szükségünk van rájuk, kellő, hogy mondjam, tisztelettel viseltessünk még. Ezen érzelmileg túlcsorduló, önkárosító dolgokra is, mert a dolgok majd szépen lassan a helyükre kerülnek. Egyébként a beszélgetéseink során ebben nem feltétlenül értettünk egyet, nem baj ez már, mint mi hárma sem, de én egyre inkább úgy érzem, most már harmadik hónapja, vagy több mint századik napja tart ez a háború, hogy sajnos az oroszok is belekerültek egy ilyen negatív szellemi örvénylésbe. Tehát én változatlanul úgy látom a történelmet, hanem majd nyilván eldönti, hogy, hogy hogy ez egy végzetes, ez egy végzetesen rossz lépés volt. A, Tehát imádkoznunk azért kell, hogy inkább Kissingernek legyen igaza, aki azt mondja, hogy persze, tehát a lényeget tekintve, hogy Kissinger is, meg Soros is azt akarja, hogy Oroszország minél hamarabb, ha nem is megsemmisíthető, de teljesen neutralizálható, tehát egy teljes szabadon kifosztható préda legyen, ebben tökéletes az egyetértés, csak mi Kissinger azt hangsúlyozza, hogy végzetes félre és azt gondolni, hogy ennek most jött el az ideje. Míg Soros meg azt mondja, hogy végzetes férreért, és azt gondolja, hogy nem, nem most jött el az, az ideje, van. mert most tárult ki először a történelem során annak lehetősége, hogy vég, végzetes és végleges csapást mérjünk Oroszországra. Hát Meglátjuk. Ugye, hogy valószínűleg a Kissingernek sokkal több a történelmi tudása az ügyben, hogy az orosz szerepet legalábbis a napóleoni háborúktól szépen végigvezesse. Hát azért én, én, én még az eset... jó. Na mindegy, ebben nem menjünk bele. Reggelik, nem Csak tudjuk. Csak egy pillanatra, hogy idézzem akkor ide Macron, aki egyébként egy meglepően normális nyilatkozatot tett ugyanebben az mm. ügyben, mikor azt mondta, hogy ne próbáljuk megalázni Oroszországot, mert a háborúnak egyszer vége lesz, Oroszország itt marad, és az oroszokkal utána tárgyalni Így van. Azt gondolom, ez is a Kissinger féle normalitás talaján. Meg is dorgalta-e Zelenszky? Kapott, kapott, Megdolgálta a bizony. Hát jó, de aki, aki esetleg, mint azok az erők, amelyek soros mögött, vagy ennek a nem létező erőnök, az az osztaga, ami soros mögött van, aki sorost mozgatja, egész Európát és Oroszországot is akár megsemmisíti, meg Európa és Oroszország teljes megsemmisítését se tekintenék nagy árnak a globális céljaik elérése érdekében, tehát hogyha a végzetes felelőtlenségnek az a szintje uralja azt az osztagot, akkor akkor sajnos ebben tökéletesen igazad van, csak abban lehet reménykedni, hogy még azokban is, mint például Macronban, vagy, vagy éppen Mark rutte vagy bármelyik európai szereplővel, akiről a legkevésbé hinné el az ember az, hogy felelősség teljesen tud nyilatkozni. Ez a végzetes felismerés. Kimére akkor, hogyha az talán, ő házuk ég, igen, akkor igen. Talán őket is vissza tudja forgatni. Na jó, -e. akkor viszont most félreteszem ezt a papírt, mert mindezekből, amit eddig beszéltünk, fölmerül bennem újra az a kérdés, amin évek óta gondolkodom, és nem találok rá választ, és hát, ha ti tudtok legalább valamit mondani rá. Gyerekek, visszagondolok a csak a saját 59 földön eltöltött évemre. Mondjuk tíz éves koromtól nagyjából, ez ugye 1972-t jelenti, 73-at jelenti, tíz éves koromtól először már otthon hallottam ilyen mondatfoszlányokat, meg a... Tehát ugye, egy tíz éves gyerek a kádár rendszerben hamar megtanulta, hogy amit otthon hall, azt az út, az ajtón kívül nem mondod el, a valóság az nem ez, a valóság az más, és a többi, és a többi. És nagyon hamar, kialakult ugye bennem is, mint az egész generációmban, hogy van egy nyugat, ahol jó az élet, ahol szabadság van és jólét, és vagyunk mi, ahol se szabadság, se jólét, de közben nekünk azt mondják, hogy itt... Dupla plusz jó. Így, így van. És hát aztán mindenki eldöntötte, hogy akkor itt alkalmazkodik, vagy diszidál, vagy rendszer Kiszolgálója lesz, vagy nem lesz a rendszer kiszolgálója, de megtanul itt élni, stb. 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 Nem, nem kell ezt részletezni, mindenki érti. Egy dolog viszont tény, hogy tényleg volt 50-es, 60 as 70-es, 80-as évek, volt négy olyan évtized, 90-es évek közepéig megkockáztatom körülbelül, amikor tényleg volt egy nyugat, ami gazdag volt és szabad. És nem értem, hogy mi az Úristen történt itt 30 év alatt, hogy ez a nyugat azzá lett, ami. Hogy az, a Német Szövetségi Köztársaság a jólét csimboraszója, mitől lett azzá, ami ma. Hogy az egész nyugat, amely biztosítani tudta a melósnak, és mindenkinek azt a fajta jólétet, amit az azt megelőző 2000 évben az emberi történelem nem ismert. Az a munkakultúra, a Max Weberi protestáns etikából levezetett munkakultúra, ami Európát és Európa nyugati felét, és inkluzíve az Egyesült Államokat azzá tette, amivé a világ leges legjobb helyévé. Mi történt itt 30 vagy 25 év alatt, hogy mindent tönkre tetsznek, tettek, és az egész egy nagy rakást lágyadombra kezd hasonlítani. hogy ezt valaki magyarázza meg nekem, mert nem értem. Hát a rövid választ nagyon nehéz adni, ha mondjuk három mondatba kell sűríteni, akkor a legfőbb okot én azért abban látom, ezt minden beszélgetésünk során érintjük, hogy a világ döntően is tehát az elmúlt 5000 év legnagyobb változását élte át az elmúlt 50 év során, és ennek a lényege az, hogy olyan technológiák jöttek létre, és persze olyan szándékok, amelyek használják is ezt a technológiát, amivel a valóságra megszólalásig hasonlító, mesterséges, de pusztító és hamis mesterséges valóságokat lehet legyártani, és minden különösebb nehézség nélkül, ha kellő erő médiafegyvered van, ezekben a mesterséges, hamis, önpusztító valóságokban lehet tárolni emberek százmillióit is akár. És ez azért változtatta meg a történelme egész menetét, mert eddig mindig az volt, hogy aki hatalmat gyakorolt, annak, és ez történt az Európai. A Jóléti államban is, annak az alávetettek érdekeit, az alávetettek valóságos valóságát, valamennyire tiszteletben kellett tartani, mert ennek alternatívája csak a totális diktatúra lett volna, ami meg nyilván ö, hosszú távon működés, működésképtelen. És Amiről te beszélsz, annak én a legmélyebb okát abban látom, hogy ez a technológia lehetővé tette a hatalomgyakorlásnak olyan formáját, ahol teljesen félre lehet tolni a valóságos valóságot. Tehát tetszés szerinti, sőt, én gyártom le, azt a hamis, mesterséges és pusztító identitásokat, a saját identitásokat lebontó valóságot, mesterséges valóságot. Tehát eljött, eljött az a korszak, a minden hatalomgyakorlás álma, a így. így a Matrix, eljött a hatalom gyakorlásnak az a korszaka, amikor a hatalmat úgy lehet gyakorolni, hogy nulla százalékig kell figyelembe venni a valóságos valóságot, hiszen én találom ki, én konstruálom meg, én gyártom le, és én, viszem, kiszivattyúzom belőled a valóságos identitásokat, és befecskendezem ezt a, ezt a végzetes, már, már tényleg a paranoiába hajló, a teljes szétesésbe hajló identi. Ez, ez, a totális diktatúra. Tehát eljött, eljött a történelemnek az a korszaka, ahol úgy lehet totális diktatúrát gyakorolni, hogy akik fölött ezt gyakorlod, azoknak sejtelme sincs róla, hogy mi történik. Valóban a Mátrix. Még, örülnek, és, neki. és még örülnek is neki. Ja. A Mátrixot pedig azért gyártották le, hogy a pofádba és azt mondják, hogy látod, akkor a hatalmunk, hogy elmesélhetjük, mert rohadtul úgyse értesz már semmit az egészből. Maximum néhány ezrelék van. Aki ezt megérti, az meg káló. Megy a levesbe. Én egy sajátos nézőpontból közelítem ezt az egészet meg. Ugye a hatalom attribútumai, a felségjogok, ha úgy tetszik, azzal, hogy magán pénz jelent meg, és az a sajátja a kapitalizmusnak, azóta tudunk igazán kapitalizmusról beszélni. Ez ugye intézményileg 1694 ben of England létrehozása. Tehát a magánpénz mögött álló Laci haverjai, akiket már se ismerünk, azokat se, meg a fedrizörvösöket se. Most valami olyan névsor megjelent, hogy 1910-ben kik jöttek össze egy bizonyos szigeten, nyolcan, akik a Reserve-ről gondol, vagy ők, vagy nem. Na mindegy. A lényeg az, hogy Hát a pénz és a pénz fölötti rendelkezés az maga a hatalom, Zsolt. A Pénz fölötti rendelkezők az arca Laci barátai, besorolták maguk alá a hivatalos államhatalmat is. Nevezetesen például az angol koronát, amikor azt mondták, hogy na, ez a dicsőséges forradalom, ettől kezdve neked figyelj ide, király, minden pompa, minden oké, okay, de azt csináld, amit mondunk, finanszírozunk piszkosul, állandóan eladósítod az államot, beszedett persze az adókat, mert a kamakotokat azt szeretjük látni, és aztán utána megy minden. Ez a folyamat, a dollárral, hát azt mondanám, csúszra lett járatva, különösen azóta, amióta a dollár utolsó kapcsolata is megszűnt az aranyjal. Tehát semmiféle féke annak nincs, hogy rongyokkal vásárol fel a világot. És annak sincs féke, amit a Laci szóval, mondott. Tehát a pénzés hogy pénzés ilyen média, féle, a pénz és média, a pénz és média tulajdonképpen hogy való, hogy ez ilyen a két féle személyiségeket kiadja, hogy hogyan tudod a tudatot fejlődni, mert hatalmas apparátust állítasz rá. Tehát tulajdonképpen erre, a pénzúrai végig készülődtek. Nem tudták, ja. hogy ez a végállapot így lesz. Közben ez az történt, mert azért voltak, akik kecskedtek. -kec Napóleon kekeckedett, Hitler kekeckedett, japánok kekeckedtek. Ezek mind elmentek a levesbe, és egy dologba vagyunk, amivel Lacival megint nem fogunk egyetérteni, hogy ez a birodalom ragyadozik. Ippen a pénz miatt. Most itt ezt befejezném, nem menünk bele, mert azt hiszem nincs mindkettőt őket értem, és tökéletesen egyet is értek. Továbbra is nem értek valamit. És azért maradok az egykor volt nsk nál mert a családomat oda telepítették uh -huh. ki, oda járhattunk három-négy évenként rokonlátogatóba, azt ismerem, és, és számomra mindig az volt a nyugat. Hát világos. Tehát, hogy én is. Most én... 70-ben voltam először kint, amikor te még Azért mondom, hogy ahol megkalapáltak az eurót annak idején. az a nagy kérdés, inkább visszakérdeznék Zsolt, hogy azokban az évtizedekben ti inkább jártatok, én 88-ban voltam először Németországban, nyugat -német már Nyugat-Németországban, tehát nincsenek tapasztalataim, de vajon éreztettek valamit abból, amit sokszor elmondtunk itt, hogy a németeknek tettek egy visszautasítatlan ajánlatot, hogy gazdagok nem. lehettek, de de egyébként nincs múlt, nincs történelem, nincs kultúra, semmi sincs, és ugye 25 év múlva először elkezdtek lázadni, és jött a polgárháború a Róte Árme frakcióval. Meg a Ugyanaz gazdasági vezetőket uh, halomra azért, tehát, érzékeltette is azért, hogy jött a visszacsapás, tehát abban a pillanatban, amit a német megmozdult volna szellemi értelemben, Németségében... és aztán az újraegyesítésnél megint jöttek a kivégzések, Bár ugye? Azonban. és hiába volt 15 centis páncélzat a Mercedesen, meg három Mercedes, hogy ne is lehessen tudni, hogy melyikbe megy. Azért érdekes módon hajszál pontosan minden tudták, meg. hogy mit kell tenni. Tehát De éve, azért... Tehát, hogy éreztetek -e évek 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 évek. ebből valamit a 70-es években? Legi, inkább a németség lelkének a meggyalázását és trágyadombra honlását, Elvételét, eltük, elvételét. Persze, Amit továbbra jön. sem értek, és mire elmondom, majd addigra 5 perc marad, úgyhogy két és fél-két és, fél, és fél percben próbáljatok megreagálni, és akkor, és tágítom egyébként a néme, az nsk t az Egyesült Államokra is. Jajon. Amit ugyancsak a 90-es évek legelején jártam először körben, nyugat-keleti parton, nyugati partig és vissza, de egy működő, tiszta, gazdag tele volt akkor is nyilván az az ország iszonyatos problémákkal, meg társadalmi feszültségekkel, ezt nem akarom letagadni, de mégis legalább egybe biztos lehetett minden amerikai abban, hogy ő él egy jó életszínvonalon, és hogyha nem tossza el, akkor a gyereke majd még jobb életszínvonal. És ugyanezt érezhették a németek. Itt. És a nagy nagypapi végigharcolta a Wehrmachtot, ha túlélte, túlélte, beleállt, megbocsátottak Reichswert. igen, újjáépítette az országot, jött a marsal segély, oké, okay, megértettem, nem pofázok, nem vagyok többet német, szarok a világra, de legalább én élek a legjobban, és biztos lehetek abban, hogy a fiam annál is jobban fog élni, és az unokám annál is jobban fog. És most vagyunk a dédunokáknál, és itt megszakadt a folyamat. Mert a dédunokamák ahhoz képest, ahogy a papája élt, kurva szarul él. Így és egyre rosszabbul, és a társadalom... Ami és egyre kevésbé érti éppen emiatt, mert érti. lelkileg A társadalom, ami olyan volt, amilyen, megköttetett az alku, teszem hozzá zárójelbe, a Kádárra, Kádár Jánossal, a magyarok is megkötötték ezt az Ez alkút. Bizonyos alkot meg. Hussolsz, 56 nincs, a hőseidet leszarod, de cserébe ebben a szocialista lágerbe neked Persze. legalább lesz néha meleg sör, meg hideg virsli, és be, te be tudsz fűteni szemben a románokat. Ez volt az alkú, mindenki elfogadta. Kinek jó az, mert mindezt értem, amit elmondtatok, de kinek jó az, hogy a német dédunoka ma oda jut, hogy neki rosszabb, és végképp széthullik a társadalma. Kinek jó az, hogy az Egyesült Államok a polgárháború szélén táncol? Ezt nem, ezt nem fogom fel. Mind azt értem, amit mondtatok, de aki ezt csinálja, annak miért érdeke ez? Azért, mert nem mondott le még világhódító törekvéseiről, mindig nem, erre nem fognak lemondani, és ehhez ez kell. Tehát gyakorlatilag az, hogy a német ezt zokszó nélkül most befogadja, az egy nagyon pozitív rolok. Hát nézd meg, mit csinál az egész Európai Unió. Mert nekik még mindig az a fixa ideájuk, az azért mondtam az előbb, hogy a rendszerük viszont logyadozik, az idejük fogy. Tehát ez ügyben tulajdonképp majdnem azt mondanám, hogy a gonosznak, ugye sorosnak, gonosz soros, a literális, neki van egyfajta víziója, és nem áll a dologtól, túl távol. Tehát ahhoz be kell darálni a német, meg az európai jólétet legalább 30-40 kal lefele, hogy előálljon az a pénztömeg, ami megint lendületet ad annak, hogy a kábítószer szerű, szellemi kábítószereket tovább is nagyobb mértékben is kiterjesszék. Van egyfajta birkózás. A másik oldalon megállnak mások. Aztán itt vagyunk középen belgák, mi meg mi a fenét csináljuk, ugye? De szerintem az egész mögött alapvetően az a, tudom, science fiction, meg nem is érdemes róla beszélni, hogy igenis eldöntetett, hogy az emberiség létszámát minimum a tizedére, de inkább egy százalékára kell 200 éven belül csökkenteni. Egyébként tegyük hozzá, ahogy sokszor elmondtam, ezt azért nem ismétlem magamat, valójában maga az emberiség is egy mesterséges konstrukció. Csak azért hozták létre pont, hogy engedelmes munkaerő és Állatok, gigantikus csordáit ki tudják fosztani, és abból létrehozzák azt a technológiát, ami viszont visszamenőleg feleslegesé teszi az emberi létezés nagy részét. Tehát ez húzódik meg, ez egy kimkeserves folyamat, és nem látunk ki belőle, mert évszázadokon keresztül fog sajnos az emberiség döntő többsége mi se. Ez csak egy, persze, ez, Imre, ezen mosolyog, ez egy hülye hipotézis, mondja nem, teljesen nem. nem, értelmet, nem, nem, nem. És nem. nyilván igaza is van, nem érdemes róla beszélni, de a szenvedés valós. A szenvedés valós és a szenvedés legmélyebb okai arra vezethetők vissza, hogy a világot egy olyan erő vezeti, ami totálisan szembe megy az élettel. Ez a menekülő élet. Olyanok, mint Adi már akkor megsejtették, ugye az egyik versziklusának ez a címe, hogy a menekülő élet, ez a menekülő élet évszázadokig fog még, még legalább 200 évig menekülni. Azért rendes az rendes abban van igaza, dolgozott. hogy jó, jó, de Aján. azért itt vagyunk. Persze, az a székely, az a székely logika, és tökéletesen így van. Jó, ja, rendben van, de most még élünk. És amíg élünk, addig az a feladatunk, így hogy van. tiszteljük, szeressük, és megtartsuk az életet. És minden, és minden létező ez lassítsuk ezt a pusztító ez folyamatot. Van, ez de van. A más a másik oldalról azért hozzá kell tenni, hogy maximum lassítani tudjuk. Attól függ, honnan nézed az optimizmus, pessimizmus, az imra azt mondja, de jó, lassítani tudjuk. A másik oldalról, hogy meg, csak lassítani tudjuk. Jó, hogy félig tele vagy üres a pohár. Akkor legyen a zárszavunk egy József Attila mondat. Igen. Én itt a szenvedés belül, ám kívül a magyarázat. És a mi dolgunk az, hogy próbáljuk ezt a magyarázatot meglelni és megtalálni. Erre tettünk ma is egy kísérletet, messzire nem jutott de Próbálkozunk jót, még jót pár sor. Köszönöm barátaim, hogy itt voltatok önöknek, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk önöket, minden jót, viszont hallásra, viszont látásra.